Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Szekszárdon középiskolás diákok elevenítették fel az 1956. október 23-án kitört szabadságharc legfontosabb eseményeit. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola tanulóinak műsora a forradalom kitörésétől a véres megtorlásokig mutatta be a 65 évvel ezelőtt történt eseményeket. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormány. Horváth István Tolna megye egy-egy számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, úgy, mint ahogy 1956-ban, most 2021-ben is az ország határain kívülről érkező nyomás nehezedik hazánkra, ezúttal Brüsszelből. Ahhoz pedig, hogy úrrá tudjunk lenni a befolyásolási szándékon, ismét összefogásra van szükség. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere pedig az esemény után úgy fogalmazott, ahhoz, hogy az 1956-ban véres csaták során elkezdett függetlenedési folyamat eredményei és hőstettei ne váljanak semmivé, ma is meg kell dolgoznunk. A kőkemény munkával, energiával, vérrel elért eredmények ne változzanak meg, és ezeken az elért eredményeken tudjunk tovább lépni, és tudjuk meghatározni a jövőnket, biztos lehetőséget, feltételeket biztosítsunk az utánunk következő nemzedékeknek. Az egyházak nevében Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész kért áldást az ünneplőkre. Ő Jeremiás próféta 2600 évvel ezelőtt írt könyvéből idézve arról beszélt, hogy 1956 hősei nélkül ma nem élhetnénk nyugalomban és szabadon. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, melyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek, majd megtaláltak engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Legyen ez az áldás a miénk. Szekszárdon a megemlékezés az 1956-os emlékmű megkoszorúzásával és mécsesek elhelyezésével ért véget.